Köszöntöm a kedves nézőket, ez itt a Képviselői Percek, és a vendégünk Karsai Ferenc polgármester, akit szeretettel üdvözlök itt a stúdióban. Jó napot kívánok! Szép jó napot mindenkinek! Hát örömteli jó hírünk van, sikerült a Huncutka tavovonánál elkészíteni, kivitelezni az új zebrát és akadálymentesítést. Mi a helyzet ezzel a beruházással, hogyan sikerült ezt elérni? Valóban egy nagyon örvendetes hír. Egyébként a 12-es választókörzetben, amelyiknek én vagyok a egyéni képviselője is, ez részben Baross Gábor telep, részben a Rózsakerti lakó telep, részben Budatétény egy része. Ez már a negyedik vagy ötödik ilyen gyalog átkelőhely, és ez nagyon jó, nagy szükség van rá. Mondok példát. Például a Demjénbe járó gyerekeknek nagyon fontos, hogy a két épület között, a gimnázium és az általános iskola épületek között biztonságosan tudjanak átkelni, de ugyanígy a Rózsakert utca Rákóczi kereszteződésnél, és most ez a harmadik, az óvodához, a Huncutka óvodához kapcsolódó gyalog átkelő hely egy nagyon veszélyes kereszteződésben könnyíti meg a közlekedést. Az aktualitása pedig az iszonyat pénz. Tehát ezt az emberek mindig megkérdezik, hogy mi kerül egy ilyen gyalog átkelőbe 31 néhány millió. Igen, hát azt gondolják az emberek, hogy ez csak néhány csík, de hát közel igen, sem igen, erről van. Igen, hogy a nagypapa letérdel, és akkor a pemzlivel húzogat vonalakat. Hát erre nagyon szigorú biztonsági előírások vonatkoznak, például a világítás. Kedvencem a taktilis burkolat, az aranyárban van, ez azt jelenti, hogy a fogyatékkal élők is tudják érzékelni, tehát például egy látássérült is érzékel. Ez az, amitől a babakocsis anyukák idegesek lesznek, mert a babakocsi rezeg, mikor áttolják rajta, de a látássérült ember innen tudja, hogy most egy gyalogátkelő hely következik. Itt volt az óvodához kapcsolódóan rámpaépítés, parkolóhelyek kialakítása, tehát ez egy extra drága átkelőhely volt, illetve hát a környezete is. Ugyanakkor egy átlagos gyalog átkelőhely is több mint 10 millió forintba kerül, úgyhogy nem egy egyszerű történet, és főleg úgy nem egyszerű történet, hogy minden közlekedés technikai feladat, Budapest főváros feladata, és ez azért fontos, mert össze kell hangolni a különböző forgalomtechnikai intézkedéseket, és a főváros ebben nem mutat semmilyen aktivitást, illetve nagyon kis aktivitást mutat. Ha ez a főváros feladata, akkor miért az önkormányzat végzi? Mert a mi gyerekeink használják azok a családok, akik itt élnek. Van egy általános érve a fővárosnak, hogy miért nem foglalkozik ezzel, mert azt mondja, hogy bizonyos forgalomszám, tehát gyalogos átkelő, tehát gyalogos szám alatt nem érdemes ilyet létesíteni. Hát az, hogy nem akarok demagóg lenni, de hát, hogy egy gyerek élet, vagy akármilyen élet mennyit ér, azt így beárazni nehéz, de ha nekünk, hogy egy népszerű példát mondjak, a Blaha Lujza térrel kell versenyezni, hogy mekkora a forgalom a Park utca és a Rákóczi utca sarkán, akkor nyilván kevesebben lesznek itt. És mérik, tudom is, 24 órán keresztül, hogy hány gyalogos halad el, és valóban kevesen, hogyha visszaosztjuk a létszámot 24 órára, de ha mondjuk reggel 7 és 8 között nézem, meg délután 13 és 15 óra között, akkor bizony láthatóan sokan veszik igénybe, és ebből feltűnően sok a gyerek vagy a kisgyerekes család. Úgyhogy ezért döntöttünk úgy, hogy nekünk erre költeni kell. Azt a döntést pedig fővárosi képviselőként nem tudom elfogadni, hogy a fővárosnak véget ér a körútvonalában a saját feladatköre, vagy legalábbis így értelmezi, és nem nyúl semmihez. Ugyanez a helyzet például a buszvárokkal, tehát más kerület, nekünk idézőjelben nagy szerencsénk van, van egy hagyományosan jó viszonyunk a reklámgazda cégünkkel,
a reklámgazda a közterületi reklámokért felel, például az óriás plakátokért, hogy ne legyenek vad plakátok, egy koncesszióban nyert megbízást, és hál' Istennek a buszvárokban lát fantáziát, és az ő költségükre történtek nagyon nagy számban, 50 körüli számban buszváró cserék, újak, korszerűek, talán most már jobb a védelem is, amit nyújtanak. Úgyhogy, de van olyan fővárosi kerület, aki szeretne cserélni buszvárót, de nem engedélyezi a főváros valamilyen okból. Tehát tudom is, az 5. kerületben, ha jól emlékszem, megbüntették a polgármestert, mert, vagy hát a 5. kerületi önkormányzatot, mert engedély nélkül létesített buszvárót. Szóval ennek is örülni kell, hogyha hagynak minket dolgozni. Zebra gyalogátkelő helyügyben, hogy erre lesz-e a jövőben forrásunk. Hát igen, pont ezt akartam kérdezni, mert létrehoztak egy tartalékalapot, ugye itt az energiaválságból adódó esetleges pluszköltségek, működési, üzemeltetési, fűtési költségek pótlására, kiegészítésére. És hát ebben az szerepel, hogy kiegészítették a tartalékot, a költségvetési tartalékot, ami olyan 720 millió forint körüli összeg, 300 millió forinttal, és ennek a 300 millió forintnak a fedezete például az, hogy ilyeneket nem fog tudni majd az önkormányzat a főváros helyett megcsinálni. Lesz-e valamilyen következménye még ennek, és mit kell tudni még erről a tartalék alapról néhány mondatban? Úgy vélem, hogy nagyon jó lenne, hogyha idézőjelben csak ezekre a feladatokra, nem kötelező feladatainkra nem jutna pénz a következő évben, vagy ennek a évnek a téli időszakában. A legnagyobb probléma most az ellátásbiztonság, ezen belül is talán a legnagyobb falat a fűtés, a saját intézményeink fűtése. És pont a múlt hét végén született meg az a szám, hogy egyáltalán mennyiért kapunk gázt. Több mint 20 településsel közösen pályáztunk, illetve írtunk ki közbeszerzést, a szolgáltatónak kellett volna pályázni, de csodák csodájára csak egy szolgáltató pályázott, és volt olyan, amikor 22-szeres árat ajánlottak a jelenleginél, vagy az elmúlt időszakban érvényes 100 forint per köbméteres ár helyett. Volt, amikor 16,5-szeres, és most 930 körül lett eredményes a közbeszerzésünk. Erre biztosított fedezetet a képviselőtestület, de ez az ár, ez rugalmas, tehát a világpiaci árak függvényében fog változni. Azok a szankciók, amik ezeket az árakat maximumra, vagy mindig a lehetséges maximumra fölverik, azok nem láthatóak, hogy milyen hatással lesznek a továbbiakban az árakra, úgyhogy egy nagyon kemény időszak van előttünk, és azért van a tartalék alap, hogy a legfontosabb feladatainkat ellássuk. És mik ezek? Az első, ugye, mint mondottam, a kötelező feladatainkhoz kapcsolódó fűtés, ilyenek a bölcsődék, az óvodák, ilyenek az egészségügyi intézményeink, az orvosi rendelők, vagy a szakrendelő is, ami egy önként vállalt feladatunk, de alapvető fontosságú. Szóval valószínűleg meg kell néznünk, hogy tudunk-e valahol visszalépni. És hát már tartalmaz ez az előterjesztés, amikor létrehoztuk az alapot, megszorításokat. Magunkon kezdjük, ez egy fontos szempont. Tehát például a sajtóköltségvetés, nagyon fontos, hogy az embereket tájékoztassuk, de nem minden áron. Láttunk ebben tartalék lehetőséget, és a beruházások. Úgy ítéltük meg, létrejött nyáron az ellátásbiztonsági operatív törzs. Ez a grémium, amely szakemberekből és az önkormányzat vezetéséből áll, próbálja a logikus lépéseket meghatározni. És úgy döntöttünk, hogy előnyt élvez a kötelező intézményeknek a fűtése, előnyt élvez a gyermekétkeztetés. Itt nyitok egy új gondolatot, e pillanatban
a szolgáltató, amely az összes iskolánk, tehát itt nem csak az iskolákat, nem az önkormányzat tartja fent, de a közétkeztetés önkormányzati feladat. Tehát az összes iskolánk, óvodánk, bölcsődénk, mondjuk ott maguk főznek, esetében éves szinten több mint 200 milliós áremelésre tett javaslatot a szolgáltató. Úgy döntöttünk, vagy az a véleményünk, hogy ezt az áremelést nem szabad átterhelni a családokra. Egyébként is nagyon meg van kötve a kezünk, hiszen az a szülő, aki úgymond teljes árat fizet, az a felhasznált alapanyagok teljes árát fizeti, és ennek a többszöröse a tényleges szolgáltatási díj. Ez a 200 milliós éves szinten 200 milliós emelés még nem tartalmazza a nyersanyagárak emelését, pusztán az energiaszükségleten. Tehát amit mi nap mint nap tapasztalunk a közértekben, amikor a napi bevásárlást intézzük, mindenki érzékeli, hogy milyen mértékben emelkednek az élelmiszerárak. Nos, ezek még nem jelentek meg ebben az emelési javaslatban, úgyhogy itt lesz például egy óriási kiadásunk. Aztán a következő lépésünk az az, hogy a szociális hálót tartsuk sűrűn. Megemeltük már múlt időben azt az összegkeretet, amit segélyként egy-egy család kaphat, és ez fontos, hiszen a rászorulók köre, ahogy nőnek a nehézségek, nőni fog. Szeretnénk, hogyha a tűzifa támogatás nagyobb lenne, mint a korábbi években. Talán a napokban sikerül szerződést aláírnunk, hogy ingyen kiosztható, segélyként kiosztható, térítésmentesen kiosztható tűzifához jussunk a Pilisi parkerdőtől, és ennek a fának a szállításában, darabolásában is megpróbálunk, ezen törjük a fejünket, segítséget nyújtani. Szóval nagyon nagy a kalap, és akkor vannak olyan feladataink, amelyek sokkal kevésbé fontosak. Tehát amikor a fagyhaláról, az éghaláról, vagy legalábbis ezek túlzásnak hangzanak most, de amikor itt kell meghúzni a nadrágszíjat, akkor bizony fölmerül a kérdés, hogy a kulturális szinterek, a sportpályák, a közösségi szinterek, azok milyen szinten finanszírozhatók, finanszírozhatók-e, fönn tudjuk-e tartani a jégpályát, tudjuk-e támogatni a jégpályát, valószínűleg nem. Fönn tudjuk-e tartani az úszodát, a tanúszodát, nagyon szeretnénk, hiszen kiválóan szerepeltek a versenyzőink ebben az évben a különböző versenyeken, benne vagyunk az úszó nemzet programba. Itt nagyon szeretnénk, hogyha valamilyen módon találnánk az úszószövetséggel, kormányzattal közösen megoldást arra, hogy nyitva tudjuk tartani, de ha muszáj lesz, akkor ez is egy logikus iránya a megtakarításoknak, az energia megtakarításoknak. Esetleg érdemes összevonni tevékenységeket, tehát ha tudom is, én a művelődési házban délelőtt üresen állnak a termek, akkor oda lehetne behozni olyan tevékenységeket, ami egyébként délelőtt zajlik, nappali klubok. De ezek mind alapos elemzést igényelnek, hiszen előfordulhat, hogy maga az átszervezés az többe kerül, mint amennyit meg tudunk takarítani. Ezen dolgozik nagyon nagy erő. Mindig kérdezik tőlem, hogy mit csinál ez az operatív törzs. Ez csak egy látszatintézkedés. Hát pont ennek a üléséről jövök egyébként, tehát én látom, hogy a kollégáim milyen megfeszített munkát végeznek. Annál is inkább, mert ezek a szervezéssel megoldható megtakarítások mellett akármilyen furcsa, pénzt kell beletenni abba, hogy ilyen egyszerű, ilyen karbantartásszerű módszerekkel takarítsunk meg anyagi forrásokat, energiatakarékos izzó, vagy akár egy nyilászáró szigetelés, egy hőtükör, egy vízcsapra, perlátorok, erre van lakossági program is, ezt is bővítjük, de az intézményeinknél is ugyanígy át kell tekinteni, hogy legyenek alkalmasak például a nyáron a
hűtésre használt klímák arra, hogy fűtsünk is ebben a mostani őszi időszakban velük. Nem minden klíma alkalmas erre, de ilyenkor egy viszonylag kismértékű beruházással alkalmassá lehet tenni ezeket. Tehát van egy ilyen kör, hogy viszonylag kis befektetéssel, de jelentős megtakarításokat kell lehet elérni. És végül a harmadik, az pedig el kell indítani azt a tervezési folyamatot, amely átállítja az egész rendszert minél nagyobb arányban megújuló energiaforrásokra. Tehát nem a fosszilis energia, a szén, a gáz a megoldás a jövőben, hanem a nap, a szél, és még sorolhatnám. Hát felsorolni is nagyon sok volt, hogy mennyi feladat áll most önök között, és hát reméljük, hogy elég lesz erre a képezett tartalék, és meg tudják oldani a legnagyobb biztos, hogy nem gondokat. Lesz elég mindenre, de hogy mire kell leginkább, na ez a döntés az, ami egy nagyon nehéz döntés. Ötletelni könnyű, hogy kinek osszunk lehetőség szerint még több pénzt, hogy ő boldog legyen, ennél megfontoltabb döntést szeretnénk hozni. Hát jó munkát kívánok a megfontolt döntésekhez. Önök Karsai Ferenc polgármestert látták és hallották, ez volt a képviselői percek. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt. Köszönöm, hogy itt lehettem, viszontlátásra.